A megfelelően karbantartott és tisztított klíma esetében hátrányok nélkül élvezhetjük a kellemes hűsidőt a legnagyobb kánikula közepette is. Sokkal kellemesebben tölthetjük szabad vagy munkaidőnket, javul a koncentráció képesség, és kevésbé terheljük a szervezetünket. A klímahasználat szabályait azonban érdemes betartani, hiszen a forró levegőről egy erősen hűtött helyiségbe való belépés nem csak megfázást okozhat, a gyors hőmérséklet változás komoly negatív hatással rendelkezik a szervezetünkre. Ha valaki napi 8 órát bent tölt a munkahelyén, és folyamatosan ugyanabban a hőmérsékletű, ugyanolyan hőmérsékletű környezetben dolgozik, akkor az előnyös lehet. De mondjuk, hogyha valaki, teszem azt mondjuk autós utálként dolgozik, az autóba tart, hogyha képes rá ugye a klímaberendezése ilyen 17-18 fokokat tartani, közben meg néhány percenként ki kell szállni a 31-néhány fokos külső hőmérsékletre, vagy ugye még melegebbe, akkor azért az nagyon meg tudja terhelni a szervezetét, tehát a túlzott klimatizálás azért semmiképpen sem javasolt, különösen igaz ez azokra, akiknek van valamiféle krónikus szív-érrendszeri megbetegedése, mert ugye a hűvös környezetben az erek szűkülnek, ezáltal ugye a vérnyomás emelkedhet, majd amikor ugye kimegyünk a melegbe, akkor a periférián lévő erek tágulnak, ezáltal csökkent a vérnyomás, amit ugye a szervezet igyekszik kompenzálni, hogy azt folyamatosan állandó szinten tartsa, tehát ez a szív-érrendszert pluszban meg tudja terhelni. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a légkondicionáló gépek a friss levegőt hűtik le és juttatják az adott helyiségbe. A levegő azonban a beltéri egységben kering, ugyanaz a levegő jut vissza a légtérbe, kívülről friss levegőt nem biztosít. Tisztában kell lenni azzal, hogy az esetek többségében ugyanazt a levegőt kerinteti a szobában, tehát az a levegő az egy idő után elhasználódik, ezért fontos az, hogy korán reggel, illetve délután, az esti órákban azért egy nagy szellőztetés mindenképpen történjen, illetve hát ugye gondoskodni kell a klímaszűrő berendezéseinek a megfelelő tisztán tartásáról, mert egyébként elszaporodhatnak különféle kórokozók, baktériumok, gombák, vírusok, és ugye a klímaberendezés, hogyha ezt kifújja a környezetünkbe, akkor különféle légúti megbetegedéseket szedhetünk össze. A megfázáson túl az érzékenyeknél ízületi gyulladás is kialakulhat, ha a hűtés közvetlenül éri a testrészeket. 25-26 fokos hőmérséklet beállítása javasolt, amely elégséges a szervezet számára, ha a kinti levegő 35 fok feletti.